Csütörtökön ült volna a tárgyalóasztalhoz Ács Rezső, Szekszárd polgármestere, a városban épülő úszoda kivitelezésért felelős 100%-ban állami tulajdonú projekt cégvezetőivel. Arról egyeztettek volna, hogy miért nem készül el időre a létesítmény, és hogy milyen megoldást lehet arra találni, hogy a szekszárdiak minél előbb használatba vehessék azt. Csak hogy szerdán délelőtt váratlan fordulatot vettek az események. Bomba Gábor, az ilyen Szekszárd frakció vezetője, ugyanis megválasztásuk óta másodszor tartott sajtótájékoztatót, hogy elmondja, feljelentést tesz, mert szerinte hűtlen kezelés gyanúja merülhetett fel a kivitelezés során. Hatalmas kockázat van ebben, hiszen hogyha elveszik a forrás, akkor a városnak vissza kell fizetni közel 1 milliárd forintot, és akkor csődbe megyünk. Én úgy gondolom, hogy egy felelős vezetés ideig nem juthatta volna el az úszodaépítést. Csak hogy Ács Rezső szerint éppen az ilyen Szekszárd frakció az, akik miatt jelentős csúszásban van az úszoda, erről a Rádió 1-nek adott interjújában beszélt szerdán Szekszárd polgármestere. Az ilyen Szekszárd frakció volt ugyanis, akik megbíztak egy szakértőt, aki felmérte a létesítmény állapotát, majd közölte, hogy kisebb hibák ugyan vannak, ám az építkezés befejezhető. Ekkor az ilyen Szekszárd vezette gazdasági bizottság kiegészítést kért a szakértőtől, mert Ács Rezső szerint a véleménye nem vágott egybe azzal, amit a többségi frakció akart hallani. Nem azt írta le, amit a többség gondolt, hogy le fog írni, ezért nem fogadták el. Most a végső esetükben, miután szakértők nem adják a nevüket olyanhoz, amelyel nem értenek egyet, és nem fogadják el azt, amit kérnek tőlük, tehát ők a szakmai kompetenciájuk alapján szeretnék leírni a véleményüket, ezért most tulajdonképpen elősséghez, ügyességhez fordulnak annak érdekében, hogy ez híjáték, ez végigmenjen. Én teljesen nyugodt vagyok egyébként, sőt, várom a vizsgálatnak a végeredményét. Ács Rezső szerint a feljelentéssel Bomba Gábor az olyan rájuk nézve kínos ügyekről akarja elterelni a közvélemény figyelmét, mint hogy például ő és Csötönyi László hónapokon keresztül nem szerepeltek a köztartozásmentes adózók listájában, pedig a törvény szerint ez minden önkormányzati képviselőnek kötelező. Ács Rezső úgy véli, hogy az ilyen Szekszárd frakciónak semmi más célja nincs, mint hogy minden lehetséges módszerrel megakadályozza az előző városvezetés által kezdett fejlesztéseket. Ezt a háborús állapotot, ezt az ilyen Szekszárd frakció behozta a városba. Elmondtuk a kampányban, ez a helyzet fog kialakulni. Sajnos kialakult ez a helyzet, és nem arról szólnak a hétköznapok, ünnepnapok, hogy merre szeretne a város fejlődni, hogy szeretnénk beruházásokat eszközölni, hanem arról, hogy hogy lehet elgáncsolni a folyamatban lévő fejlesztéseket. Én ebben nem voltam, és nem leszek partner, mindig ki fogok állni azért, hogy a város érdekében megvalósuljanak a fejlesztések. Ács Rezső azt mondja, egyelőre megvárja a rendőrség döntését, majd egy esetleges vizsgálat lezárulását. Azt követően pedig, ha bebizonyosodik, hogy Bomba Gábor csak a közvélemény hergelése céljából tett feljelentést, akkor a polgármester is megteszi a szükséges jogi lépéseket.